Szombaton a Herman László Zeneművészeti Szakközépiskola dísztermében rendezték meg a Szent István Városa Nemzetközi Kórus találkozót. A megnyitón Lerner Zsolt alpolgármester és Deák Lajosné önkormányzati képviselő a külhoni magyarokkal kapcsolatos feladatok tanácsnoka köszöntőjükben megerősítették, fontos, hogy a kodály elvek mentén rendezett találkozóval évről évre visszatér gyökereihez a kórus muzsika. Székesfehérvár kiemelkedően magas a fesztiváloknak a létszáma. Ez egy kórusfesztivál, egy nemzetközi kórusfesztivál. Határon túl a magyarság is képviselteti magát, hiszen az énekhangnál a legcsodálatosabb hang nincs is. Egy kicsit megmutatni a kórusok magukat, egy kicsit a palettára felírni, közösen énekelni, közösen örülni az értékeinknek. Az immár ötödik kórus találkozó házigazdája a Vox Mirabilis Kamara kórus volt. Zemlényi Katica a kórus karnagya köszöntőjében hangsúlyozta, fontos, hogy a helyi kórusokon kívül Budakalászról, Siófokról és a felvidéki ipolyságból is érkeztek fellépők a kodályi eszme képviseletében. A felvidékről is várunk egy kórust, az ipolysági Muzika Aurea, akikkel már nagyon régi a kapcsolatunk, és nagyon örülünk, hogy el tudtak jönni erre a találkozóra. Ők is kértek minősítést is, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Az idei megmérettetés egyben minősülési lehetőséget is nyújtott, így a kórusok rangos szakmai zsűri előtt mutathatták be tudásukat. Elsősorban a műsoruk minősége, a hangzás minőség, a kotta hűség, a stilláris hűség, tehát hogy mennyire rugalmasak az adott műfajba, adott stílusba. És hát természetesen fontos egy ilyen eseményen, mert tulajdonképpen ezek koncertek, hogy egy karnagy hogy állít össze egy műsort, hogy a kórus legjobb oldalát mutassa meg. A koncerten a kórus muzsika gyöngyszemei szólaltak meg, és kimondhatjuk, ezen a délutánon minden fellépő kórus győztesnek vallhatta magát.